Zárás előtt vezeti Bajnokok Ligája csoportját, ha pedig így marad, a negyed döntőben a Buducsnosztal játszik majd a Győr női kézilabda csapata, amelynek kispadjától a szezon végén búcsúzik hat év után az eddig három BL trófeát nyerő Ambros Martin edző, miközben új légiósok érkeznek majd. Barta Csaba elnök következik. Jó reggelt kívánok! Szerint, Jó reggelt Csaba. kívánok! Köszöntöm a kedves nézőket! E, profikról van szó, de mégis hát egy korszak véget ért, és hogyha profikról van szó, akkor lehet -e a csapat szereplésére bármilyen hatás? Az, hogy úgy dolgoznak együtt Ambros Martinnal, hogy tudják, hogy a búcsú ideje már pillanatok múlva itt lesz. Hát igen, mindig mondjuk, hogy profikról van szó, de azért érző emberek vannak mindig a, a hogy mondjam, profi arcok mögött, és nem könnyű egy, egy ilyen helyzetben mindenkinek százszerzékosan teljesíteni. Többször elmondtuk, hogy nem szeretnénk ezt a témát tovább feszegetni, illetve magával a ezzel az edzőkérdéssel olyannyira foglalkozni, hogy miért megy el az Ambros, miért döntött így, miért hozta meg ezt a, ezt a döntését. Igen, tehát nem mondom azt, hogy ez egy egyszerű pár hét áll mögöttünk, viszont azt gondolom, hogy a, az eredmények, amit pedig a csapat letett a pályára, illetve a, 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 szurkolóinknak, akár a Bukarest, akár a Niköbing elleni meccset nézem, az egyenes és jó válasz arra, amit a, a, mondjuk úgy, hogy az ellenfeleink, vagy a szurkolóink, vagy bárki feltesz felénk. Igenis azt gondolom, hogy ezek a lányok, ezek a játékosok tényleg attól is profi játékosok, és attól is képviselik ezt a magas szintet, hogy tudtak húzni egy vonalat, és azt mondták, hogy igen, ezt a szezonban mindenki tudja, hogy mi a feladat, mindenki tudja, hogy mi a klubnak a célja, Természetesen vannak egyéni célok, hiszen valaki még nem nyert bajnokok ligáját, valaki esetleg a következő trófeára hajt. És nem felejtsük el a bajnokok Ligája küzdelem sorozat mellett, hogy rettentő fontos mérkőzésünk következik a Ferencvárossal több ízben is, hiszen például a Magyar Kupában is elődöntőt játszunk velük majd március 31-én, illetve május 2-án valószínűleg az a mérkőzés fog dönteni a, a bajnoki cím sorsáról. Tehát ez a szezon attól, hogy az Ambros Martin a szezon végén távozik, az mind az ő vonatkozásában, mind a játékosok, mind a klub vonatkozásában a célok nem változtak, mi szeretnénk minden fronton ott lenni a végelszámolásnál. Úgyhogy a válasz az lesz majd erre, hogy hogyan tudtuk ezt megoldani, illetve hogyan tudtuk erre megfelelőképpen orvosolni ezt a helyzetet, az az, hogy milyen eredményeket érünk el. Úgyhogy így azt azt mondani, hogy mindenki túl van rajta, és mindenki elfelejtette ezt, ez nem igaz. Hát ez nem is lehet, azt gondolom, elfelejteni. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy én mindenhol elmondom, hogy rettentő nagy tisztelője vagyok az Ambros Martinnak, nem csak azért, mert a fair play, vagy, a, mert a mi edzünk, hanem azért, mert amit ő nagyon sokan kritizálják, nagyon sokan mondanak véleményt olyan emberek is, akik nem is ismerik őt egyáltalán. Én tudom, hogy milyen munkát tesz ő bele ebbe a, 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 a sikerek mögé, vagy a sikerek, a sikerek mellé. Tudom azt, hogy, ő, hogy mennyi dolgozik azért, hogy ő, hogy ő ekkora edző lett, és hogy egy ilyen csapatot tud megfelelőképpen felkészíteni. És az eredmények azt gondolom, hogy önmagáért beszélnek az elmúlt hat, öt évben, most ez a hatodik év, négyszer volt a Final Forban. Lehet arra azt mondani, hogy ilyen csapattal lesz kötelező, de azt gondolom, hogy persze kötelező, meg persze ezek a célok, de nyerni nem mindenki tud. A tavalyi BL döntőben, ha megnézzük a, a Vártárszkopjának a név sorát, most nem akarok senkit megsérteni, meg végigvenni rajta, de hát ez egyáltalán nem rosszabb csapat, mint az akkori Győr, és mégis mi nyertünk. Ugye tavaly előtt sajnos egy nüanszom múlott mondjuk a Bukarest elleni vereség. Ilyen a sport egyszer sikerül, egyszer nem. Ma ebben a modern kézilabdában az már képtelenség, a, az események földgyorsulnak és előre kell csapatot is építeni, ezért kérdezem, az ma már képtelenség, hogy egy edző, aki mondjuk befejezi egy kis padot, az a szezon végén hozza nyilvánosságra ezt a döntését. Szóval ennél, en, ennél már sokkal előrébb dolgozik mindenki, hát gyakorlatilag keret, keretet kellett építeni már a télen. Igen, ez egy nagyon jó kérdés, és köszönöm szépen, és ez azt gondolom, hogy a győrnek a jövőben ez egy mondjuk úgy, hogy mint piacvezető szeretnénk ezen változtatni. Nagyon nehéz, rettentő nehéz. Én nagyon sok kézilabda szakemberrel, menedzserrel, játékossal, klubvezetővel beszélgetek erről, hogy ugye korábban én a labdarúgásban dolgoztam, ez elképzelhetetlennek tartottam, hogy mondjuk januárban egy olyan döntést hozunk meg, ami az egész szezonra kihatással van. Tehát ez szerintem nem jó. Viszont a kézilabda valami miatt így működik, ha valaki decemberben a világversenyek után LBVB tekintetében, ugye a női vonal Beszélek, vagy férfi vonalon január után nincs abban az állapotban, hogy gyakorlatilag sajtótájékoztatót tart és bejelenti az új játékosokat, az le van maradva a piacon. Így történt az Ambros esetében is, tehát, hogy akkora nyomás volt rajtunk a sajtó és minden média és minden részéről, hogy bejelentetük ezt a döntést, mert előbb-utóbb úgy is ki fog derülni majd, hogy hova megy az Ambros, előbb-utóbb úgy is kell nekünk egy másik edző után nézni és másik edzőt bejelenteni, és arról nem beszélve, hogy a játékosok is ebben a millióban ebben a szociális közegben dolgoznak, és ők is tudják azt, hogy ha én elköteleztem magam x évre, akkor szeretném tudni, hogy ki lesz az edző, stb. stb. Most ez egy foramúci helyzet, mert mi hamarabb jelentettük be ugye a játékosokat, és ugye az utolsó pillanatig úgy bíztunk benne, hogy az Ambros marad, és most másik edző lesz, de, de olyan játékosok érkeznek jövőre, ugye a Veronika Christiansen, az Amandil Lönő és a Karib illetve a Mag megmarad, hogy gyakorlatilag tényleg egy olyan edzőt keresünk, aki megpróbálja ezeket a sztárokat megfelelőképpen kezelni, meg, meg, meg tudja ezt, az, ezt az oldani, meg tudja ezt oldani, és ami nagyon fontos az, hogy, hogy nem csak tapasztalat, rutinos és megfelelő szakértelemmel kell, hogy bírjon, hanem olyan személyiség legyen, aki a klub filozófiába jól beleillik. Úgyhogy Na most ilyen... ennek a, 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 személyiségnek, hogyha már szóval, a klub filozófiába beleillő személyiségnek mit kell tudnia? Miben kell a legerősebbnek lenni? Abban kell a legerősebbnek lenni, hogy ez a, ez a klub, többször elmondtam, amióta ugye már majdnem lassan két éve élesz, én vagyok itt a klubnak az elnöke, hogy ö, föl kell vállalni az, hogy a Győri Audi Etonnak nem az a, ö, hogy is mondjam, a filozófiája, hogy mi fölépítünk egy 15-16-17 éves gyereket, és majd az fog játszani a BL-ben. Tényleg nagyon szimpatikus, és tényleg nem azért mondom, mert én jó színbe akarok feltűnni a Ferencváros szurkolók előtt, de ténylegesen szimpatikus az, hogy mondjuk pár héttel, hónappal ezelőtt a Ferencváros az idegenbeli meccs ellen játszik három olyan fiatallal, mint a... Ö, faluvégi, vagy a Márton vagy a. Ö, ö... Lukácsot is ide sorolnám, de a háfronai mit az mindenképpen. És ez egy nagyon-nagyon szimpatikus dolog, és nekem ez, higgyék el, hogy ez tetszik. A világos, Le... csak inkább ilyen szempontból a győr olyan, mintha a foci példát veszük, a, mint a Real Madrid. Pontosan ezt, ezt szeretném volna mondani, hogy mi, mi, mi készjátékosokat igazolunk, ha kell, most úgy mondom, világsztárok igazolunk. Minden évben mi... B-t akar ez van, a klub. Így van. És e ennek kell az edzőnek megfelelni, hogy igenis ezt a nyomást ezt el kell tudni viselni, el kell tudni bírni, hogy itt az, az egyvereség sem fér hmm. bele, mert egyveres is az adott esetben a közvélemény, a szurkolóink és mindenki más szempontjából negatívumot kapott. Csaba, át. ilyen szempontból nem vagytok-e hátrányban azzal, hogy pontosan ugyanebben a versenyfutásban az edzők is elkelnek, vagyis nektek, a, amit most körülírtál, azért az nem száz edző a, a, világon, hanem néhány mondjuk tucatnyi edző van, aki ezt tudja körülbelül, amit ti szeretnétek. Nem? Sőt, sőt, olyannyira én azt gondolom, hogy nem vagyunk elkésve, vagy legalábbis lehet, hogy csak biztatom magam, hogy nem vagyunk elkésve, de Érdekes módon én nem hívtam föl senkit az Ambros Martin bejelentése után. Mégis pár nap alatt jött 40-50 e-mail a megfelelő helyre, hogy a nemzetközi igazgatónkhoz, illetve hozzám. Jelentkezők ö... vannak? Menedzserek jelentkeznek? Menedzserek, edzők. személyek állandó jelentkeznek. Most jelen pillanatban tényleg azt mondom, hogy egy nagyon hosszú listából most egy olyan 6-8 ember van képben, akire azt gondolom, hogy, hogy érdemes fokuszálni. Nagyon tényleg próbálok teljes mértékben transzparens lenni a nézők felé, hogy, hogy sokszor fölteszem magamból a kérdést, hogy az, az, hogy elutazok valakihez, beszélek vele másfél órát, majd hazautazok, gondolkodok rajta, hogy mennyiben ismertem meg őt, mennyiben ismertem meg ő a klubnak a, a, filozófiáját, a klubmodellünket, mennyiben érdeklődik valóban az utánpótlás tehetségeink iránt, vagy csak arra koncentrál, hogy most ő legyen az edző. Ez egy nehéz döntés lesz. Nagyon számítok azokra a szakemberekre, hogy körülöttem vannak és tapasztaltabbak a kézilabdában, mint én, de nagyon számítok a saját magam klubvezetői, ö, ö, hogy is mondjam, ö, tapasztalatára, hogy jó döntés szülessen, és végén majd az elnökségünk fogja kimondani nyilván a végső szót, de, de azt gondolom, hogy nem nagyon sok, szeretnék más másokat mm. várni ezzel. Azt mondnak, hogy szóba jöhet a -e, magyar szakember? Én azt gondolom, igen. Tehát van, van olyan magyar szakember is, aki alkalmas erre, és képben is van magyar szakember is. Én azt gondolom, hogy több olyan magyar szakember uh -huh. van, aki abszolút alkalmas erre a feladatra. Uh -huh. Azt mondnak végül, hogyha, hogy számít egyáltalán itt most a nemzetiség. Tehát amikor volt egy spanyol edzőtök, amikor van egy habitus, van egy stílus, és van egy keret, a keret ugye nemzetközi, akkor ehhez milyen típusú iskolát, milyen nemzetiség környékén keresgéltek leginkább, hanem magyar. Hogy mondjam, a piacon gyakorlatilag az, hogy, amit az Ambros megteremtett, hogy spanyol iskola, igen, tehát, hogy ezt tovább vinni, ezt a vonulatot, azt gondolom nem is nagyon szabadna, és nem is nagyon szabadna az Ambros Martin bárkivel összehasonlítani, mert az Ambros nagyon hisz abban a filozófiában, hogy a munkavégzés, tehát, tehát ő nagyon-nagyon szorgalmas, nagyon-nagyon sokat tesz azért, hogy ő ebből a csapatból kihozza a maximumot. Nem feltétlenül olyan embert keresünk, hogy most aki a munkában is a, a, a heti x-edzés munkában hisz, hiszen az élsportban azért látjuk, hogy felérni a csúcsra, akár olimpiai bajnokot, címet, címet szerezni nem feltétlenül csak azzal lehet, hogy mondjuk valaki ö, rettentő sok munkát végez és ö, gyakorlatilag minden szempontból próbálja az eltervezett munkát elvégezni, hanem sokszor olyan dolgokon is múlik, hogy mondjuk valaki hogyan alkalmaz új módszertant, hogyan innovációk, az, hogy így igen. van, uh -huh. tehát olyan edzőt keresünk, véleményem szerint, tehát ez nekem az alap ö, ö, kiindulásom, aki ö, képes ezeknek a céloknak megfelelni, tehát képes elbírni azt a terhet, hogy ennek a klubnak minden, mindig minden körülmények között nyernie kell, ö, és Ismeri azt a fajta közöket, amibe, amibe fog kerülni. Nem stílust keresünk, hanem inkább azt mondom, hogy a lehető legoptimálisabb választást próbáljuk meghozni. Csaba azt mond meg végül, most, hogyha a Podgorica következik, a Podgorica jelenlegi állapotában összevetve a Ferencvárossal, az itthoni frontokon meg a Ferencváros következik, nagyon fontos mérkőzéseken a Fradi vagy a Budusmaszta nehezebb ellenfél most. Mindenképpen szerintem a Ferencváros. És hogyha azt kérdezem, hogy a BL döntőben szerinted melyik az a két rivális, tegyük föl, hogy a Győr ott lesz a, a fináléban, amelynek leginkább esélye van arra, hogy idén kihívja a Győrt, akkor melyik két csapatot mondanád? Hát nehéz, a Várdászkopjét mindenképpen, ugye utolsó sanszuk ezzel a kerettel. Mielőtt, szét, mielőtt, a mielőtt szétmegy a keret, és hát nagyon tényleg szurkolok a Ferencvárosnak, hogy bekerüljön. Azzal, hogy nem sikerült nekik most a hétvégén a meccset megvenni három góllal, játszottunk mind Bukarestben, mind Rostovban, nem könnyű közeg. Az a fajta millió, ami ott uralkodik, illetve az a körítés nem hiszem, hogy nagyon, nagyon kedvező, és a második meccset fogják játszani idegenben. Én a Bukarestet mindenképpen úgy várom, hogy én azt gondolom, hogy például a hétvégi Rostov bukarest meccsen a Bukarestet várom, hogy, hogy győzni fog.